Sziasztok, kedves nézőim! Eljött a legutolsó, legalábbis állítólag legutolsó misztikus DLC, a Final Stand DLC-nek az első pályájának a túravezetése, és az első pályáknak a neve az pedig, hogy Hammerhead 802-es Conquest-lás mérkőzés. 4 darab kontrollpontért zajlik a küzdelem, és mint látható azért nincs valami nagy hőség, tekintve, hogy havas pályáról beszélünk. És már is úgy gondoltam, hogy megláttam egy enemy helikoptert, mert hogy erősen kezdenek a fiúk. Én meg megpróbálom őket leszedni a levegőből, mert hát most minek lennének ők ott, nem jó. Levegőben még hidegebb van, úgyhogy könnyebben megfáznak, úgyhogy most gyorsan le is kényszerítem őket a földre. És a dolgok jelenlegi állása szerintem sikerült is, jól van. Na, idáig jók vagyunk, és mint mellettünk itt megtalálható az A nevezetű kontrollpont, amit már egy drága jó tanker is kezdett húzni, úgyhogy betársulok én is ide mellé, és be is foglaltuk, jól van. Ját idáig ilyen normálisan kezdődik a köröskénk. Jaj, hosszú után mögöttem, meg előttem, meg stb., de... ja igen, a Hammerheadnek az egyik jellegzetessége, hogy a pálya jelentős részén... Oh, itt valaki ide akar jönni. Na, cseles lesz a kisfiú. Na, a pálya jelentős része az amúgy vízen van, csak mivel állati hideg van itt, így meg van fagyva minden, és ezért lehet rámenni tankkal, meg stb. Ilyesféle dolgokkal. Jaj, és ott egy drága, kedves pilóta úriember, aki amúgy egy sipa volt, legalábbis úgy vettem észre, de nem mérnök volt. Á, fene tudja mi volt ez. Mindenesetre próbált itt aknázni, csak hát inkább nem nagyon hagytam neki, hogy érvényesüljön. 2 darab kontrollpont van a mi kezünkön, a D van egyedül enemy kézen, bár most a B az elkezdett villogni. Na, szóval arra akartam kiukadni, hogy itt a pálya jelentős része víz alatt van, csak be van fagyva, így lehet rámenni járművekkel, viszont ez a jég ez feltörhető, és onnantól kezdve bizony, hogy a járművek se nagyon tudnak rajta közlekedni, nem egy tankot láttam már beszakadni a jégbe, és hát az onnantól kezdve az ott is marad. Ellentétben az új generációs fejlesztéssel a lebegő tankkal, azt hiszem az a vízen is el van, bár még nem teszteltem le a gyakorlatban, megmondom nektek őszintén, meg hát vannak ezek a új fegyverek, ez a... Hát most aki mindenre rá van pezsegve, most imádják ezt a Phantom Project izé akármit, amivel egy ilyen íjat kaphatsz. De tényleg kajamon meg vannak érte őrülve, de hogy most miért, mert oké, van egy íjat, de na. Szóval akármilyen fórumra felmentem, mindent ezen pezsegtek, hogy hát kinek van már meg izé, miket tudott vele csinálni, hát gyanítom, lövöldözött már amúgy. Mit lehet még csinálni egy íjjal? Meg a BF3-ban is volt így, csak nem ez a crossbow volt a neve, hanem X-bow, de attól még nyilat lőtt, szóval, na mindegy. Nekem ez egy kicsit furcsa volt, és ilyen furcsa neszeket hallottam, jaj, hát nem aranyos, a drága, jó, és ketten is vannak, hát ez. Hát szép kör volt, gyerekek, de legalább milyen szépet ugrott. Na, azt mondja, 3 kontrollpont van a mi kezünkön, hát az át az szépen azért megint megpróbálták befoglalni, és mivel most nincs ott senki, meg is tudták szerezni ott az uralmat, legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint. És most ilyen szánnal próbált itt meg közlekedni az illető úriember, de hát igen, csúnya véget ért. És most megpróbálunk ide a D közelébe nyomulni, mindeközben újfent egy jet van itt a levegőben. Amúgy a jeteknek nem látom ezen a pályán értelmét, azon kívül, hogy A-ból B-be eljutsz, nagy légi csatákat nem láttam itt kibontakozni. Jaj, és ott van egy drága úriember! Halljál meg, fiam, halljál meg! Az is, én azt mit belelőttem, na, végre. Ó, de ott még egy tank is jöjjön, új, na, toró! Hájjász, kikerültük, de de gyorsan forog ez. Hát nem gondoltam volna, hogy ez ilyen sürge. Na, mindegy. Hát a sikerszériámnak itt és most véget ért. Jaj, és mit látható, csodálatosan el van a lebegő tank, így jegen, vizen, stb. Úgyhogy ebből a szempontból elég hatékony a jószág, viszont az ébrem szerintem ilyen erősebb. Mondjuk, hogy a masszívabb konstrukció, tényleg is valahogy beszakad a jégen, de legalább, mit tudom én, ezt kicsit tovább kell lőni. Legalábbis én azt vettem észre. Na, mindeközben a társaim befoglalták, most hát elkezdték beszürkíteni a D-t. Én meg itt megpróbálom visszaszerezni az A pont fölött az uralmat, ami vagy össze fog jönni, vagy nem. Ez rövidesen kiderül. Az állás jelenleg 795 tiket van nekünk, és 756 tiket van az ellenségnek. Ja tényleg gyerekek, azt még elfelejtettem mondani, hogy mivel nem olyan irdatlan nagy létszámú a szerver és 800 tiketről beszélünk,
Így kb. Egy olyan 40 perces műsoridővel szolgálok most nektek, mert hát eddig tartott a kör, bizony. A közeljövőben megpróbálok majd ilyen conquest, egy sima normál conquestre felvenni, mert ott azért általában 400 ticketre vannak belőve a szereók, bár láttam már kirívó példákat, nem is egyet. De reményem szerint azért ott mondjuk úgy, hogy nem olyan horribilis idejű műsorokkal is szolgálok majd nektek mindesetre. Hát itt egy mérnök próbálkozott, itt meg még itt is van az épületen belül osolni mellettem, de hát egyelőre úgy néz ki, hogy nekem áll a zászló. Mi itt hárman is itt vagyunk, na. Meg közben fel is villant itt valahol, megpróbálom megrémíteni. Azt hiszem ez többé-kevésbé sikerült is, így a minimabot figyelve látom így a mozgását. Mondjuk azt nem vágom, mert azt hiszem, hogy fotolta valaki, vagy nem tudom, valahogy így meg lett le jelölve a fickó, de megint van itt egy illető úriember. Egyfolytában ömlenek ránk itt az enemik. Mit is mondhatnék erről a pályáról? Amúgy tetszik. Jó, most elég sok időt időzök itt az A ponton, de igazság szerint a C és a B közötti útvonal az, ami igazán jó ezen a pályán. Annál is inkább már keresztülszerű ugyebár az a csatorna, ami be van fajva, de hát az rövid idővel úgyis fel lesz törve. Mindenféle robbanástól, járművektől és a többi. Ó, és ott van az illető fickó, ott van az illető fickó, Majdnem meghaltam, de hát itt volt szemfüles kolléga is tett róla, hogy ne. Így köszönöm neki a segítséget, és... hát na, a C és a B része a kontrollpontoknak, hát az inkább ilyen infantris jellegű, a járművekkel nem is nagyon tudnak úgy tevékenykedni. Hát jó, bemegy oda a tank, de hogy is mondjam, azon a csatornán kívül csak egyenes vonalba tud mozogni, szóval, és az alatt is betörik a jeget, szóval, na, olyan sok értelme nincsen oda bemenni. Ó, és ott egy tank, na végre, test-test elleni küzdelem. Ó, és reaktív armorja is van a gyereknek. Ó, ezt a kúva eget mit kapott ezt a jó Isten. Ez szép volt fiam, ez már tetszik. Na, ezért mondom, az ébreszt, mintha a modern haditechnikával szemben kicsit, mintha előnyben lenne, így, hogyha izomból lőni kell egymást. Mindezen által azért a másik tank sokkal fürgébb, és hogyha jól manőverezünk vele, akkor nem igazán jelenthet kihívást kinyírni a régebbi konstrukciót. De majd meglátjuk, és közben felszállt egy helikopter is, amit én nem nagyon szeretek látni, nem tudom, viszonylok, mikor tankot vezetek, viszonylok a helikopterektől. Hála jó Istennek van speciális légvédelme, amit úgy hívnak, hogy Stinger, és hát ezt elég hatékonyan tudom használni a helikopterek ellen. A képen látható módon prezentálom a dolgot, úgyhogy most ők el is hagyták a helyszínt. Meg nem haltak, de legalább nem is jelentenek veszély számomra. De most meghaltak, igen. Mutatta, hogy kill a tiszt, hogy ők valamelyik pajtás besegített. Jajaj, a D a szürke. Ó, és már megint itt jönnek a tankok. Ojojojojojoj, lesz nekem itt meló. Oh, mi zsillett volna lelőm azt a jetet. Na, mindegy. Hát a kedves kollégá járművét ezt kinyírták. Na és már is jön egy T90-es. Ó, úgy látom most egy kicsit én vagyok előny, mert meg próbálok mozgásba is maradni, mert úgy könnyebb vizé felvenni a harcot. Na ez a jet ez folyamatosan itt amperkodik. Egyelőre jó vagyok még. És még mindig vannak ott tankok. Ó, és még sebeztem is rá. Pedig ez egy tök random lövés volt. Na jó, megpróbálok egy másik pozíciót felvenni, mert itt eléggé rossz helyen vagyok. Ó, úgy látom valaki azt a izét is, ezt a Gauss-ágyút is használja. Ahogy jó múltkorában sikerült azt is kipróbálnom. Személyes tapasztalatom az, hogy oké, elég könnyen lehet vele kit szerezni, viszont azért annak is megvan az ellenszere. Csak észre kell használni. És hát mi ellene? Na, sikerült egy újabb tankot és annak áldozatát megsemmisíteni, de valahogy ide keveredett ez a nyomorúság. De hogy keveredett itt, még csak osolni se hallottam. Mindenesetre csúnya véget értem én és a tankom C4 által. Mit is mondjak? A dolgok jelenlegi állása szerint 3 kontrollpont van a mi kezünkön, és most átváltottam szépen Shravra. Vagy ne? Legyen inkább RPG, nem úgy, a régi módi vagyok. Vagy jó lesz, vagy nem. Meg egy értelmesebb squadot kéne váltani. Én elég sűrűn, játék közben elég sűrűn váltogatom a squadokat, mert mindig az előnyösebb pozíciót próbálom meg felvenni. Hát a dolgok jelenlegi állása szerint itt most 3 ellenséget kéne valamilyen formába szembenéznünk. Hát a minimap által próbálok mindig tájékozódni, bár most túrót nem látok a tűlevéltől.
Valahol itt vannak a fiúk, megpróbáljuk őket megkeresni. Na, azt mondja, itt nem látom, itt se látom. Bezeg lát engem, ahogy makkanj meg. Na jó, Kofi Admin, meg SR2. Igen, elég népszerű fegyver lett ez manapság. Tán a legutóbbi patch óta eléggé sokszor szoktam látni a fickókat. Na, most talán bosszút fogok tudni állni, lesebeztem már valamennyire a gyereket, úgyhogy most talán már könnyebb dolgom lesz. És ott megy, jaj meg! Ez mi a túró volt? Hát illet volna meghalni. 1%, na menj a túróba. Kofi Admin, az. Remélem megpusztulsz. Imádom nézni a kilkamba eleső tested látványát. És meg is halt, hála a jó Istennek. Igen, néha engem is elönt a méreg. Oh, ott egy helikopter, RPG. Na nézzük a kombót. És azt hiszem sikerült bevédeni az H-pontot. Nem mindig szoktam ilyeneket ámbívelni, nem ám. Na, igen. Ők voltak itt egyedül, mert húzom a csíkot, úgyhogy... Ez egyáig egy sikeres momentuma volt a játékkörnek, és egy kis trauma is érhette a csapatot, mert jó páran elhagyták az ellenfél tímet. Igen, amúgy nem olyan könnyű jó köröket felvenni, tekintve, hogyha alacsony létszámú szerverre megyünk fel ott, akkor előszeretettel néha, hogyha elég szarul áll a szénájuk, akkor leszoktak csatlakozni a szerverről. De itt az új DLC alkalmával én azt vettem észre, hogy a nagyobb szervereknél meg hát kisebb röcögések vannak, de nem igazán úgy viselkedik a játék, ahogy kellene. Legalábbis én azt vettem észre. De amúgy elárulom nektek, hogy beújítottam, mert amúgy gondjaim voltak a telepítésnél, a Final Stand. Egyszer úgy lenne már, olyan jó lenne már játszani úgy a játékkal, hogy nem kell egy két órát azzal töltenem, hogy kitaláljam, hogy most miért nem akar elindulni. Mindesetre újra raktam az egész BF4-et, újra telepítettem a videókártya driver, sőt egy jobb verziót raktam föl, az origint is levizéztettem, azt is újra felraktam. És az Istennek nem akarta felrakni a Final Stand-et. És végül az oldotta meg azt az én szörnyűséges problémám, hogy ja igen, a játék javítására és frissítés keresésére is rámentem, ahogy ez jó Battlefield 4-es szokáshoz illik. És végül az oldotta meg a súlyos gondjaimat, hogy kikapcsoltam a számítógépet, és mikor újra bekapcsoltam, akkor automatikusan elindult a Final Stand. De hát ez olyan jó lett volna, valaki leírja, hogy nyom már, reszetet, bazd meg, vagy valami, na. Igen, és ez két órámba került, na igen, szóval. Akkor egy kicsit úgy belopta magát a dolog a szívembe. Ja igen, itt vannak ilyen zsilipek is, meg kapcsoló, különböző alagutakon lehet eljutni a C és a B pontnak a területére. Elég sok felől támadhat az illető úriember, és itt ez a liftakna az egyik ilyen része a dolognak. Mint látható, a C pont még a mi kezünkön van. Csak gondoltam eljövök már is szétnézni, mert amúgy még én sem olyan sűrűn jártam ebbe a játék, hogy betéve tudjam minden egyes tégláját. Mindenesetre idáig jól áll a szénánk. Itt az a csatorna, amiről beszéltem, hát itt egy tank elhalálozott, igen. Motoros szánt még olyan sűrű nem használtam, van az a másik pálya, ami már tényleg ilyen nagyon antarktiszi körülmények között van, ott elég sűrűn használják a fickók. Hát én is rá vagyok kényszerülve. De, na lát, erről beszéltem, na így lehet lemenni a víz alá. És hát berogyasztani a járművet alatt a világmindenséget. Na, de nem biztos, hogy nekem csak úgy ki kéne dugni az orcimpámat, annál is inkább már a célja szépen beszürkült, úgyhogy valahogy, valamilyen úton, módon nekem ide vissza kéne csatlakoznom. Hát így random nem tudok felugrani, de hálégnek van itt egy ilyen kis fellépőke, aztán megnézzük, hogy talán itt tudok-e valamit kezdeni. Ott a fickó, jaj Istenem! Mostanában ezzel az AK-5C-vel szoktam próbálkozni, meg ezzel az optikával. Havas pályán ez néha hasznos szokott lenni, amúgy, mert többivel meg túrót nem látok, annyira hóvakságot kapok néha napján. Jaj, de azért igyekszik az ember. B pont, az is elkezdett villogni, úgyhogy valahol itt ellenfél van a közelben, amelyik is sem nagyon tanyáztunk. Ez valami laboratórium-szerű akármi, izé akarna, és csak azt nem tudom, hogy a közepén mit keres ez a vacak. Mármint miért van beüvegelve? Mi van ott az zászlón kívül? Ami annyira fontos. De lehet, hogy ez lesz valami muzeális értékű zászló. Nem tudom. És nem tudtam oda dobni a gránátot. De kár érte. Ah,
és fickó is próbálkozik ott az ajtónál tevékenykedni, de a dolgok jelenlegi állása szerint a társim ezt elintézik, úgyhogy be tudtuk foglalni a B pont területét, és most mennünk kell vissza C-re. És innentől kezdve elindul az ingázás, addig a pillanatig, amíg ki nem írtjuk az ellenség utolsó borzsáját is, mert addig a pontig szépen ezek is születni fognak le egymásra, és mint látható azért kemper zugok is vannak bőséggel. Mondjuk a csipa, az nem igazán értem, hogy az minek van itt, mert hát jó, lehet csipázni, csak ilyen kicsi területeken annyira nagyon, na, hogy is mondjam. Én nekem sose jutná szembe, hogy ilyen infantris résznél csipázok. Itt vagyunk a D ponton, és mit látható be fogjuk szürkíteni. Oh! Megnézem magamnak itt a tank belsejébe ez a gunner rész. Hát, elég vagány. Mit kell mondjak? Még mindig tartjuk magunkat úgy, ahogy hát most a D-t be fogjuk foglalni, de az AB elkezdett villogni. És most be kéne védeni valamelyik pontot, meg eljutni odáig. Most a fő cél az, hogy egyáltalán képesek legyünk eljutni odáig, de úgy látom, hogy a tankparancsnokom az nincs épp a helyzet magaslatán, ami az irányítást illeti. Én magam még nem próbáltam ki az új típusú tank irányítását, mert egész egyszerűen még nem ütöttem el odáig. Hát abban a helikopterben, mintha belerémeltek volna. Na és itt most a gyakorlatban letesztelhetjük, hogy vajon át tud-e menni a lebegő tank a vízen. Íme? Semmi baj, a nyugodtan át tud menni, tök jó. Ébredszer ezt nem csinálod meg, az biztos. Na és most valahogy be kéne nyomulnunk a C-hez. Az a gáz, hogy most bejöttünk ide ezzel, de most azon kívül, hogy itt lejmolunk, nem tudunk csinálni semmit, úgyhogy muszáj vagyok elhagyni a járművet. És megnézzük, mit tudunk kezdeni. Ott van a fickó! Ez semmit nem tudom kezdeni, jó van. Hát nehezebb meló lesz ez, mint hittem. De semmi pánik, gyerekek, nem azért vagyok csaszi, mert nem szoktam szeretni a kihívásokat. Csak én nem szeretek gályázni. De azért meg fogjuk oldani ezt a feladatot, hogy ne legyen a nevem csaszi a kegyetlen. Na de. Azt mondja, hogy lehet, hogy most nem minden kéne kerülni, de már lő valaki engem. Tudnám, hogy honnan és miért és merről. Ott van, ott. Ó, és mögöttem volt, hát persze. Csodálatos, és pisztolja ráadásul. Na jó van, haver, nem vagyok idegás. Szamurái X, de téged már megöltelek pásztor, azt akkor hogy 0-1-es az izé. Nem ment a szeróról, azt vissza feljött. Látséges. Na jó van, megnéztük akkor madártáblatból is a térkép területét. Még a minimapot próbálom továbbra is figyelgetni, a helyzet az, hogy a föld alatt vannak, de hát most én itt hiába curikkolok. De azért megpróbálok egy kicsit szétnézni, hát ha van itt valami kószal élek is. Mint a elején látható két úriember, de hát most nem volt, úgyhogy muszáj vagyok megint benyomulni a sárkány ballagjába. Azt mondja, hogy C-re menjek, vagy a B-re? C-re, vagy a B-re? Hát egyelőre, oh, ott volt a fickó. És hát, csak egy kill assist, igen. Még gyakorolnom kell, na, de velük sikerült végezni, jó van, na, legalább két emberrel tudtuk végezni. Hát akkor ha itt vagyunk a B-nél, akkor próbálkozzunk meg vele, én azt mondom. Mindig célszerű, ott miből van ez a gyerek, mi nem halt meg? Öljétek már meg, öljétek meg! Simon mondja, öld meg, az, egyet megöltem. Húzzuk az ászlót, ott még mindig ott van az a nyomorúság. Ja, és még a másik nyomorúság is itt van. Jó, és Csipával. Na, hogy makkadj meg. Jó van, gyerek, nem felejtek. De én nem értem amúgy most, vagy az emberek peregnek le a szerverről, vagy mindenki áll át a mi oldalukra. Már az előbb még ki volt egyenlítődve, új fent a csapatok állása, de most meg megint nincs. Ez egy nagy paradoxon számomra, mert utóbbi időben elég sűrűn előfordult velem. Minden esetre most itt vagyunk a C-n. Húzzuk a zászlót. Továbbra is próbáljuk tartani a három kontrollpont előnyünket az ellenfél egy kontrollpontos hátrányával szemben. És az állás jelenleg 243 tiget nekünk és 470 a oroszoknak. Ó, és ott a fickó, meg az is. Ujj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 
Igen, még egy felülről is lehet jönni. Hú, bakker. Nehéz bevédeni ezt a pontot. De nem lehetetlen. Jó kell helyezkedni. És jött a fickó. Hajj meg, hajj meg. Na eredjél már, ha halljátok, hát tele nyomtam ólommal, lefeküdt, meg közben felállt. De még így lőttem, és még volt annyi lélek lejjelenít a gyereknek, hogy elhagyja a helyszínt.
Nem egyszerű. Hát legközelebb inkább valami hardcore-ra kéne próbálkoznom. Na, meglepetésszerűen fejbe lőttem. Jó, jó, és húzzuk a C-t. Idáig azért olyan biztonságosnak tűnik a dolog. Miért van olyan érzésem, hogy a java még csak ezt támvál rám? Nem is tudom. Á, D az visszabeszűkült, úgyhogy az ellenfél kezdte abra állni. Na, vele sikerült végezni, jó van. Canardino. Néha találkozok olyan nick nevekkel, besírok. Az neki kihezget engem. Áááá, zsipusz! Úristen. Oh, valahogy vissza kéne magam tápolni. Ja, igen, itt egy medik pak, úgyhogy... Hogy nincs? Nincs. A franc. Áááá! 19 HP-ja maradt. Nyomorult. Azt C4-ezni is próbál. Oh, látok rád. Na jó. Hát a két belső kontrollpont fölött elveszítettük az irányítást, én meg megint próbálok helyezkedni, úgy újfent squadot váltottam. Hát ezek valami klános csókák, mert ugyanaz a tegyük, szóval gyanítom nem véletlen, hogy mindig megpróbálnak egy bolyba lenni. Gyanítom tirást is használnak, mert hát az elő szokott támasz fordulni. És hát kihasznál már a helyzetet, akkor megpróbálok innen bejövulni. Talán erről nem figyelnek majd rám, majd kiderül. Ó, és ott volt a fickó. Meglapulunk egy picit. Próbáljuk felmérni magunk körül a terepet, és hát arra konzekvenciára jutottam, hogy megkinyitok itt mindenki. Igen. Ó. Elég hosszadalmas volt kivárni amúgy ezt a DLC-t, annál is inkább, mert hát, mint tudjátok, csináltam a filmet is, és hát kb. Már 2 hónapja készen volt a nagyja, de még kb. Ennyit kellett várnom arra, hogy a végére tervezett cliffhanger-t is, ilyen kill is ritkán akar, meg hát ilyen, mindenki háttal van nekem, csodálatos érzés. Ja, na, miről is beszéltem? Ja, igen. Csak közben lő minket itt egy csipusz. Na, vele is sikerült végezni. Na, végre bosszút álltam a nyomorúságán. Annyian vagytok már, ez nem győzök ennyit ölni. Komolyan mondom, gyerekek. Jó lenne egy kis lélegzetvételnyi időt, ha hagynátok, vagy legalább tudjak már egy tárat cserélni, mert elég fájdalmas ez így. Spotolni azért amúgy érdemes mindig ezeket a fickókat, mert társaink csodálatos módon be tudnak ilyenkor segíteni. Hála égnek rászoktak arra a játékosok, hogy ők is vadásszák a minimapon felelhető háromszögeket. Piros háromszögeket, megjegyzem. Ó, és valahol ott anyázik fönt a csapat. Még maradok egyelőre a húzó zónába. Ojoj, nem lesz egyszerű. Ó, ott egy gránát is. Ó, hogy nem tudok úgy helyezkedni, hogy ezek ne lőjenek nagyon, de jók vagytok. Mindesetre nyugodtan vettem tudomásul, hogy egyelőre még mi vezetünk, és még a csapatból én vagyok az élen, úgyhogy valamit csak jól csinálok. Most arra a mérnökre próbáltunk meg többé-kevésbé rá ijeszteni. Hát egyelőre sikerült. De a más kérdés, hogy egyéb módon fogunk-e tudni vele végezni, hát igen, sikerült. Eléggé ramaty állapotban vagyok, de azért egy embert még csak meg tudok ölni. Viszont a C az megint ellenséges kézre került, úgyhogy megpróbálkozunk annak új fent befoglalásával. És erről beszéltem nektek, hogy lényegében oké, hogy itt van az a pálya, de mint egy páran már említették, olyan jól vannak megcsinálva a kontrollpontok, hogy a pálya olyan 70%-ában lényegében nincs kihasználva. Ha akarsz, elmehetsz a végére is, de hát ott semmi keresnivalót nem lesz, mert hát nincs ott semmi. Szóval még kontrollpont sincs, amiért érdemes lenne oda menni. Esetleg úgy nézelődhetsz, meg cselekhetsz egyet Yetivel, vagy valami, de... Nem tudom. Na, mindesetben sikeresen visszafoglaltuk a C-pontot. Most kaptam egy kis lőszert is, ugye ez jól esett a májamnak. És most, tehát a... Arrafelé hallok egy kis csatazajt, úgyhogy meg kéne vizsgálni az ott található területet, hogy... Ugyan már van-e ott ellenség, mert valaki igencsak nyírja itt körülöttem a pajtásokat. Ebből, hát... Onnan tudom mindig levonni a konzekvenciát nagyjából, hogy merre felé tanyázható az ellenség, hogy figyelem, hogy merre vannak ezek a halálfejes izék, mert ott valakit bizony lelőttek, és ahol valakit lelőttek, ott bizony valakinek le kellett azt a valakit lőnie. Remélem tudtatok követni.
És hát nagy valószínűséggel akkor ott arra valami értelmes ellenséget is fog találni. Ja, és itt látható egy tank. Hát adtunk neki egy RPG-t, sebeztünk is rá egy keveset. Annyira nem érdemes meg ide jönni tankkal, amúgy meg én már rájöttem, ez tök fölösleges. Hát látjátok, mi történt szerencsétlen pálával. Bejött ide ilyen jó hiszeműen, hogy hát én most itt ölni fogok, és hát igen, ez lett a vége. Jajjaj. 714 tiket nekünk, és 373 tiket az oroszoknak, úgyhogy hamarosan megint igen, csúfos vereséget fognak szenvedni az oroszok. Elnézek már errefele is, mert megnézem, hogy vajon ha lejönni lehet fölfele, lehet-e menni, de mit látható, raktak ide szemfülesen a Dice-osuk egy létrát, hogy egy szerencsétlen paraszt hagy tudja már fölmenni, hogyha akar. Hú, de nagy létre ez, Istenem. Már mióta megyek? És nézzük, hogy mit tudunk-e magunkkal kezdeni. Na, egyelőre innen kijuttunk, megnyújtjuk ezt a kapcsolót. Persze, hogy ilyenkor jön itt egy ellenség. Na, most tök jó voltam, mert kinyitottam neki az ajtót. Nem baj, legalább lesz miért visszajönnöm. Hát azért kis szemfüles, ő se ugrik le olyan nagy könnyen. Lenéz, hogy ó, nincs ott valaki. Most nézem, itt az A-nál elég nagy pesgés van. Lehet, hogy egy tankkal be kéne próbálkozni, vagy helikopterrel. Úgyse helikoptereztem még ma, úgyhogy ám legyen. Mondjuk használni nem nagyon fogom, szerintem. Én általában mindig ezeket a helikopteres járműveket arra használom, hogy eljussak le A-ból B-be. Teszem ezt mindezt azért, mert hát csak túró egy helikopteres vagyok, egyedül ilyen gunnerként esetleg használható vagyok, de nem nagyon szoktam a túlzásba vinni az ilyen fajtájú dolgokat, de én azt a tankot egy kicsit sikerült meglepnünk egyelőre. Ó, persze, hát ez mi volt? Ó, ja, hogy onnan is lőttek és fedezte a pajtását? Ó, de kis alattomos. Na jó, van, nem adom fel olyan könnyen, hát az A pontot nem szeretném nektek csak úgy otthagyni. Hát itt vagyunk most ezzel a tankkal, megpróbálunk érvényesülni. Ó, és hogy megsemmisítettük azt a nem tudja, az egy tankó, csak azt hittem az a csávukát semmisítettük meg. Na, és valaki lő engem a nagy távolságokból, fogalmam sincs mennem, mert csak sejtésem volt, hogy nagyjából abból az irányból. Néha csak úgy ijesztegetés gyanyát elnyomok egy RPG-t. Aha, most már tetőről vizél a csipa. Hát igen, nagyjából ennyi időm volt reagálni. Ó, de egy undorító vagy te. Nem baj. Teszek én róla, hogy ne élvezte annyira ezt a játékot, azt lefeküdtött a tetőre. Hú, legyek cseles, vagy ne legyek cseles? Hát nézzük meg a jettel, mit tudok itt alkotni. Hát a táj az szép, az tény és való. Mintha az alpesi sí paradicsomba lennék. És közeledünk az A pont irányába. Hát egy helikopter, ellenséges helikopter van ott a hegy tetejénél. És megnézzük magunknak a tetőt. Hát a tető már nem található, ez ellenséges úriember. Megnézzük akkor itt. Hát már is sem található, úgyhogy szépen lejövök és húzzuk a többiekkel az ászlót. Most hát más egyebet már nem tudok csinálni. Úgy nézem, hogy elintézték helyettem a piszkos munkát, amit amúgy észrevettem, srácok, hogy a tanknak a gunnerje az sokkal jobban sebzi most már a helikoptereket. Legalábbis idáig a közel 450 órás Battlefield 4-be töltött játék időm alatt én azt vettem észre, hogy azért kell pumpálni bőven a helikoptert ahhoz, hogy kimódáljon, de most mintha egy kicsit így könnyebben adná a killt meg ilyeneket. De nem tudom, csak az én kis személyes véleményem, nekem ez a tapasztalatom. Jaj, elkezdett újfent villogni az A pont. Aha, és ott van valahol az illető úriember, akit most így meg is vizslatunk magunknak, hogyha még ott van. Hát de már nincs ott. Mindig azt hiszem, hogy hagynak itt nekem valamit, aztán rá kell... Á, és itt van, itt van. Aha, tudtam én, hogy hagynak. Jó van. Gondoltak rám is. Így az ünnepek alkalmával azért ez különösen jól esik. És hát az ellenfélnek lényegében már nem nagyon van kontrollpontja, most a célja az nem tudom milyen kézen lesz. Remélem, hogy bepirosodik, mert akkor lesz értelme a további tevékenysége. Bepirosodott, jó van, hát akkor valószínűleg a következő állomásunk az a célja kontrollpont közvetlen környezete. És most a D is elkezdett villogni. Jaj! Azért már lassan fél órája harcunk, itt kicsit kezdek el fáradni. Na. Hát, jármű hiány most gyalogosan indultunk neki a küzdelemnek.
De, mit ad Isten, volt olyan kedves az az Abrams-es úriember, és bevárta az én kis habtestemet. Úgyhogy, és tényleg. Azt hittem, hogy csak úgy poénból állt meg, hogy lövöldözhessen egyet-kettőt, de nem. Ó, de úgy látom, ott be van szakadva a jég, úgyhogy én vagyok olyan szemfüles, és nem megyek oda meghalni. Bizony Isten, ez a nem tudom hány tonnás Abrams, azért a félig beszakadt jége még át tud menni. Azért ez nem igazán reális, de hát na jó, nézzük el nekik. Más játékban még ilyen sincs. És gyűlünk a C-pont közvetlen környezetében. Azt mondja, hogy ohó, és ott van a fickó. Hát már megint mindenkit lenyírtak előlem. Legalábbis a dolgok jelenlegi állapota szerint, úgyhogy megint csak pontot tudok húzni. Na, öltem valakit? Ja, csak egy kill assist, jó volt. Próbálnak is szivárogni az illet. Na, kitöltem meg. M67-re. Ja, egy gránáttal megöltem. De hogy? What the fuck? Hát nem igazán értem én ezt a dolgot. Na jó van. Mondjuk úgy, hogy rendet tettünk így a C kontrollpont környékén. És mivel a B újfent piros kézen van, akkor megpróbálkozunk a B-vel. Hát egyelőre egész jól haladunk. Nem lennék most az ellenség helyével, látván, hogy mennyien vagyunk. Ó, igenis pont engem bírtál eltalálni. Te rohadt személy, piszok disznó. Freedomed. Jaj. Jó van, már örülnék neki, ha abba hagynátok itt a lövöldözés, legalábbis addig, amíg itt vagyok. Nem tesz jót az egészségemnek, meg a lelki világomnak, mert mit fognak gondolni így rólam. Állandó a háború, már egy fickóval sikerült végezni, és továbbra is húzzuk a kontrollpont területét. Úgyhogy szerintem azt hiszem nyugodtan állíthatom, hogy a B az meg lesz. Íme. Mit kéne még nekünk tudni, mit kéne még nekünk tudni? Ajaj. Szerintem én elnézek arra felé, mert gyanús volt nekem ott a háromszögek állása. És tényleg ott van. Bejöttek itt az a kis robot lófasszal. Ó. Amúgy ezt a kis robot mitugrászt még egyszer nem próbáltam ki, nem azért, mert izé van, csak mit tudom én. Nem gondoltam volna, hogy ezzel ilyen manővereket is lehet végezni. Egyes úriemberek egész ügyesen használják. Van az a másik pálya, azt hiszem Karélia neve. Tök para tud lenni, amikor így mész a fák között, és hallod a fák tetteje fölött így, hogy csuhog el fölötted az ellenséges ilyen kis robot lófasz. Hát az eléggé meg tudja ijeszteni az embert. Meg amúgy para is. Majdnem olyan, mint amikor az Alien-es izével játszottam. Jó, mondjuk egy fél órát játszottam vele. Egyik havernál, mert állítása szerint 4 óra volt, amíg eljutott odáig, hogy találkozzon egy Alien-nel. Jaj. Na, és a C az megint szürkül. De amúgy azt bírom, hogy ezek a katonák olyan tök nyugisan beleugranak ebbe a 4 fokos vízbe. Hát nem tudom, hogy a valóságban azért lehet nekem a pöcsömi sora fagyna. De most úgy komolyan. Na mindegy. Hát a D van egyedül ellenséges kézen. Úgyhogy megpróbálunk eljutni valamilyen úton, módon a D-hez. Aztán vagy összejön, vagy nem. Ó, és egy motoros izé. Hát csak egy kill assist. És lelőtt az a buksó. Hát nekem sem mindig jön ki a lépés, gyerekek, de hát na. Hadd már csak ilyen, és most felélesztettek, és most megint lelőttek. Ja, most a változatosság kedvére egy tank lőtt le. Amit egy kicsit bekempelték volna azt a részt. Rajzanak kifele az oroszok. Mit évő legyek, bárről támadjak. Még 160 tikettet kell lefaragnunk az oroszokon ahhoz, hogy megszerezzük a végső győzelmet. Hát most megyünk egy kicsit jettel, mi baj lehet? Megfelebb lezuhanok. Ott egy ellenséges, de ne várjatok tőlem nagy légi csatát, mert hát... hogy is mondjam, na. Inkább a helikoptert. Annak több értelme van azt pusztítani. És sikerült rá is lőni egy keveset, és ejtőernyőzünk lefele szépen a T-pontra. Mindig igyekszek amúgy spotolgatni itt a környéken, mert egyrészt kapjuk azért is a score-t, és sok kicsi sokra megy. Van egy ilyen mondás is. Talán át tudom érni azt a tankot. Kipróbáljuk. Hát... hogy is mondjam, hát nem igazán az én irányítási módszerem. Úristen, hát ezek mindjárt kinyúvasztanak. Hát ki is nyúvasztottak. Sok esélyem volt.
Meg gyakorolnom kell, úgy érzem. Semmi gond nem adom, feljövünk vissza a D pontra. Ó, csak be fogjuk mi ezt foglalni. Ó, na, legalább egy úriember hagy végezzek már, ó, van, te meghaltál, jó, oké. Hát meglepően sokáig vélek, amúgy csípőből szoktam tüzelni, amikor én kicsit így közelebb kerülök az ellenséghez. De néha tényleg látom, hogy egy egész tár belemegy úgy jóforma a gyerekbe, de még, hát nem tudom, engem egy golyó eltalálni, én végigvergődnék a földön, visítva, mint egy disznó. Ezek meg egy tárat is úgy, mondjuk úgy egy különösebb Jacksonos mozdulattal letudnak. Hát mindesetre az összes kontrollport jelenleg a mi kezünkön van. Lényegében base rép. Az, ami ki van alakulóban. Kicsit eltávolodom itt a D-től. Na, íme látható ez a Gauss puska testközelből. Bár mondjuk nem általam, hanem ő, azt sem tudom, hol van ezen a pályán a izé letéve. De amúgy még sose kerestem. Tehát egyszer-kétszer használtam, de hogy is mondjam, nem az én műfajom, meg én nem szeretem az ilyen izék nagyon-nagyon eltúlzott dolgokat. Mindenesetre itt vagyunk a C-nél, és itt bizony húzzuk vissza az ászlót. Na megint azt hittem, hogy van itt ellenség, pedig sehol semmi. Na jó, hát akkor ezt szépen megtartottuk önmagunknak, még 60 ticketre van, amit így le kell faragni, a D-pont az elkezdett villogni, úgyhogy szerintem rövid utat meg kéne néznünk a D-pont területét. Reménykedtem benne, hogy beszivárognak ide is, de úgy vettem észre, hogy a hegytetőn mozognak az úriemberek. Mi meg a föld alatt vagyunk, úgyhogy eltart majd nekik még egy darabig. Ó, és itt vannak egy úriember, még egy úriember. Na, azért csak megérte ide lemászni. Pedig azt hittem, hogy a hegytetőn vannak, hát komolyan mondom. És még 35 tiket. Hosszadalmas várakozás volt ez, kérem szépen, hölgyeim és uraim, de úgy néz ki, hogy hát nekem amúgy ezek a Final Stand-es mapok bejönnek. Én azt kell, hogy mondjam. Jó, mondjuk raktak bele ilyen futurisztikus dolgokat is, meg minden, de ezek én azt vettem észre, hogy nem befolyásolják olyan iramban a meg mértékben a küzdelmet, hogy zavaró lenne, vagy túlzó. Úgyhogy én komolyan mondom, hogy szerintem az egyik kedvenc DLC-m az ez lesz. A egyik kedvenc, szerintem a kedvenc DLC-m ez lesz. De majd elválik, mit tartok a számukra a jövő, már állítólag lesz még egy hatodik DLC is valamikor 2015 március a környékén. Hallottunk olyan mendemondákat is, hogy esetleg talán atombomba lesz benne, de hát ki tudja, hát a Dice-ot ismerve. Hölgyeim és uraim, ez lett volna az első Final Stand DLC és Hammerhead nevű pályás túravezetésünk. Íme, itt látható majd az eredmény. Remélem tetszett ez a rövidke 40 perces kis műsor, amivel ma szolgáltunk nektek. Találkozni fogunk a következő epizódban, addig is jó szórakozást mindenkinek, kellemes ünnepeket, stb. Sziasztok!